Új mozgásfejlesztő sporteszközöket vásárolt a Törökzugi óvoda a gyulai várfürdő támogatásával, melyeket már használatba is vettek a gyerekek. Az óvodában hetente egyszer zajlik az úgynevezett sportmanó foglalkozás, amikor leginkább labdajátékokkal ismerkednek a legkisebbek. A jövőben további fejlesztések várhatóak az intézményben, tervben van ugyanis egy kisebb kézilabdapálya kialakítása. Óvodánk 3 éve csatlakozott az országos sportmanó programhoz. Azóta nagy hangsúlyt fektetünk, vagy még nagyobb hangsúlyt fektetünk a mozgásra való nevelésre, szoktatásra és az egészséges életmód nevelésére. Fontosnak tartjuk, hogy olyan eszközök, sporteszközöket használjanak a gyerekek, amik figyelemfelkeltőek, és rá tudnak hangolódni a mozgásra ezáltal, és tetszik nekik ez a dolog. Úgyhogy mi úgy döntöttünk, hogy ezt az anyagi támogatást sporteszközök vásárlására fordítjuk. A gyulai várfürdő 170 000 forint értékű támogatása által az óvoda ugrálólabdákkal, trambulinnal, tornapadokkal és egyéb kisebb sporteszközökkel gazdagodott. Kun Miklós igazgató elmondta, a várfürdő mindig is az egészséges életmódot népszerűsítette. A gyulai várfürdőnek van egy küldetése, és ez a küldetés nem csak az, hogy az egész régiónak a turisztikai motorja legyen, és hogy top 100 családnak a megélhetését biztosítsa, hanem természetesen az is, hogy az egészséges életmódot promotálja már egészen pici kortól. Ugye a régi jelszavunk az az volt, hogy az egészség bástyája a gyulai várfürdő, és ezt én így is gondolom. És ugye a kicsikkel eleve foglalkozunk, tehát van már óvodai úszásoktatásunk, iskolai úszásoktatásunk, babaúszásunk, tehát egészen pici kortól már próbáljuk népszerűsíteni, mint a gyerekek, mint pedig a szülők körében az egészséges életmódot. A legkisebbek tehát birtokba vették a sporteszközöket, a sportmanó program keretében az óvoda dolgozói pedig továbbképzéseken vehetnek részt, ennek köszönhetően a gyerekek változatosabb sportfoglalkozások által szerethetik meg a mozgást.